Ez tehát itt a mai, az utolsó, az ünnepek előtti utolsó start plusz, és ezen belül is az utolsó játékot izgulhatják végig ma este a Géniuszban, mert hogy a szezon záró utolsó adásra kerül sor, amelyben ma is természetesen kiváló versenyzők lesznek, akiknek egyike itt van velünk dr. Kovács Attila, Géniusz játékos, akit nagy szeretettel köszönöm. Jó reggelt kívánunk! Én mindig olyan élvezettel figyelem a Géniusz játékosokat, akik a nyereményjátékunkat ugyanolyan aktívan figyelik, látom a szemükön, hogy ilyenkor is játszanak? Hogyne, természetesen. Olyan, minden alkalmat, hát akár egy villamoson ülve, vagy metron, hogyha lát az ember valamit, amiből potenciális kvíz kérdés lehet, vagy pedig megjegyezésre érdemes, akkor... Folyamatosan edzésben van tulajdonképpen, lehet mondani? Nagyjából igen, úgyhogy a helyzet az, hogy az embernek otthon is egy picikét a könyvtára. Az egyik polc az különböző kvízkönyvekkel és lexikonokkal van tömve, és az ember, hogyha egy munkanap vége felé egy picikét megfáradtan hazamegy, akkor egy fél pohár kellemes nedű mellett esetleg egy újabb 100 quiz kérdést magáévá tesz, de csak egy hobbiból egy kicsit. Igen, ezt mondta is egy előző játékostársa, volt itt vendégünk, hogy hogyan lehet erre készül, és mondjuk nem speciálisan nem készül egy-egy játékra, mert hát folyamatosan úgyis rejtvényfejtés egyik játékba a másikba esik. Ez a titka a dolognak, mint ahogy a jó sportolók, jó versenyzők is azt mondják, hogy a legjobb felkészülés maga a verseny? A versenyek is, igen, igazából ezt egészen gyermekkorban érdemes talán kezdeni, mint a sportokat. Van, aki már az úszást kezdi egészen fiatal korában. Jó magam ezt megúsztam, nem a sportokra hajtottam rá inkább, hanem egy picit a Verne Gyula könyvektől kezdve Agatha Christie-n át a különböző földrajzi atlaszokig szocializálódott az ember. Adatgyűjtés folyt. Igen, és ezt tovább tudta adni? Mert van egy nagyobbik fia is, meg van egy 11 éves fia is, de mondjuk egy 11 éves gyereknek át lehet adni ugyanezt a szeretetet, vagy ezt a kíváncsiságot, vagy ezt a szivacs módot, ahogy az ember összeszedi ezeket az információkat? Át lehet adni, és erre igyekszem is. Szabad csak röviden, a nagyfiam Kristóf most 23 esztendős, és amikor ő volt 11 éves, mint most Detre, akkor őt is már elkezdtem kvízekre magammal a budapesti baráti körbe kvízjátékosok klubjába hordani, és egyszer volt egy kérdés, hogy akkor még nagy bolygónak számított ugye a Plútó, hogy hívják a Plútó egyetlen holdját, és három autó nyertes állt a gomb mögött, és egy cérnavékony kis hang hátul, hogy Káron, bemondta Plútó holdját. De ki a fene volt az, de hát kicsi volt, úgyhogy mindenféleképpen ez kell, úgyhogy a család is hol kicsit szorongva, és értem aggódva, hol követik pedig inkább nagy szeretettel nézik, hogy gyűjtjük az információkat. Hát mindenképpen ez egy nagyon nagy érdeklődésre számoltató ünnepi adás lesz, és bízunk benne persze, hogy lesz majd folytatása is. Mégis hogyan készül erre egy ilyen konkrét eseményre, mert arról beszéltünk, hogy folyamatos készülésben vannak, de hogy ugye egymást itt lámpalázosak kell, amikor oda kiállnak, igen, látjuk ezeket. Ismerik a másik játékot is, mert itt sajátos taktikai elemek vannak, ellentétben más vetékedők, ahol csak a száraz szakmai tudás itt, volt. Itt meg kell, hogy őszintén nagyon jól megkomponált a vetékedő, és igazából többféle csavarral, többféle taktikával is ugye a lexikális tudás mellett, az az alapja ugye mindennek, de lehet azért élni. Lehet erre készülni nem csak a baráti vetékedőkön, de én úgy szoktam, hogy a rövid távú memóriá egy-egy akár televíziós megtisztelő megmérettetés előtt az utolsó egy-két napon a gyengébbnek ítélt témaköreimet, amikre most nem térnék ki, hogy melyeket gondolok. Már megismerik az ellenfelek. Nyilván szóval... pontosan tudják, hát ismerik egymást évek óta. Igen, és itt is kaptam kérdéseket, olyan kérdéssort, ami a gyengébbnek vélt témakörből volt, de azokból próbálok új információkat mindenféleképpen betenni. És azért is érdemes a gyengébb gyengéinkből, illetve az ellenfél erősségeiből is készülni, mert ott lehet elvenni a kérdezés, illetve a válaszadás jogát, amit egy fontos taktikai elem. Igen, és ez óriási örömmel töltheti el az embert, és hát valóban a Géniusz vetélkedőbe tényleg kis hazánk leginkább reflektorfényben levő és legnagyobb tudással levő játékosai jöttek össze. Őket sikerült meghívni. Régen vágyakoztunk már erre a baráti körünkben is, hogy legyen egy ilyen all-star gála, ahol összehívják azokat, és itt valóban
nem szégyen senkitől sem vereséget szenvedni, már a ugye, meghívás is. Egy újabb sporthasonlatot hadd hozzak be a képbe, Gundel Takács Gábor nyilván ebben sokkal felkészültebb, mint én, szoktak ilyen statisztikai adatokat, esélyekről és egyebekről mondani mindig a részvevőkről. Hát elég jó az eredmény listája, hogy nézem, különböző vízműsorokban összesen 39 adásban szerepelt, ebből 36-ban nyert a KO-k számát, itt nem sorolják föl, mint a boxolók, tehát ez elég jó arány. Két volt és egy döntetlen, mert nyerésre álltam, de akkor véget ért egy műsorszériája, és nem lehetett tovább. Akkor ez egy, ugyanúgy most is pont ott tartunk, hogy az évad az itt is zárulni fog. Meglátjuk majd ma este, úgyhogy erre nagy szeretettel invitálok mindenkit, és bíztatok is, hogy nézzék meg a mai adást is, az első évad végéhez érünk. Meglátjuk, minden kiderül az utolsó percben. Lesz egy kis szusszanási idő felkészülni a folytatásra. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy önök is társasjáték hoznak karácsony este? Tehát ugyan ilyen hasonló játék van a fa alatt is? Ugye szó volt arról, hogy egy nagyobb gyermekkel találkozunk, ugye Kristóf fiammal, akkor társasjátékok vannak, igen, de ilyen harci játékok és egyebek is akár, vagy videó, de a kicsivel pedig még inkább ilyen mutogatós és egyebek, ilyen kártyalapos játékok, de az biztos, amire büszke vagyok, hogy a remélhetőleg a tudás iránti érdeklődés és vágy az mind a két gyermekben megvan, és ez így. Gratulálunk. Legyen ez így, és legyen szép a karácsony. És nagyon szorítunk, hogy és kíváncsian várjuk a ma estét, hogy nagyon köszönöm, meglátjuk. Köszönjük, hogy itt köszönöm szépen.